alig észrevehető a drón a fák, lomjai és a társasházak között. Kedden Nyíregyházán vetették be az eszközt a Focus on the Road elnevezésű országos akció során. Az ellenőrzések egész évben zajlanak, az elmúlt három napban azonban több eszközt és szemét vetettek be, és célzottan ellenőrizték az autósokat a forgalmasabb szakaszokon. A fő célja ennek az ellenőrzés sorozatnak a Focus on the Road, hogy figyelem az útra, minden olyan eszköz elkövetett szabályság is, ami elvonja a vezetéstől a figyelmét a járművezetőknek. Az elsősorban a kézben tartott mobiltelefonra gondolunk, de nem csak erre kell gondolni az állampolgárok esetében, gyakorlatilag az étkezés, az evés, az is ugyanúgy elvonja, és az is tilos természetesen a KRESZ szerint is, elmondja a gépjárművezetőknek a figyelmét az útra történő figyelésre, a különböző szabályoknak a betartásától, illetve attól is, hogy mondjuk egy elsőséget ne adjon meg. A rendőrség eddig főleg szolgálati járművekből, civil autóból, valamint testkamerák segítségével ellenőrzött, nemrég azonban a drónokat is szolgálatba állították. Ennek segítségével 30 méter magasból is tökéletesen olvasható egy-egy autó rendszáma, és jól látható, hogy betartja-e a közlekedési lámpák és táblák jelzéseit. A Sóstói út ezen szakaszán a napokban egy óra alatt közel 15 intézkedése volt a rendőrségnek. Többségében ilyen tilos balra kanyarodás miatt. A hatóság viszont azonnal lekapcsolja ilyenkor a szabálysértőt. Ez a manőver 4 büntetőpontot és 50 ezer forintos bírságot jelentett a sofőrnek. Mindig célirányosan használjuk a drónokat. Mindig megvan az, hogy milyen irányba. Most az, hogy tilos jelzésen áthaladás, toptáblánál nem állnak meg az állampolgárok, vagy egyéb más, mindig megvan, célhoz kötött ez. És gyakorlatilag hát azért most nincs egy olyan nagy extrém dolog benne. Hál' Istennek még nem volt olyan, hogy most egy üldözés, vagy bármilyen jellegű dolgot kellett volna felvennie, vagy rögzítettek volna a kollégáim, de mindig van kirívó esetek gyakorlatilag itt az alkalmazásnál, főleg itt a tilos jelzésen áthaladásnál, illetve a stop tábla, az elsőségadás kötelező táblának a meg nem állásánál. Vannak ilyen kirívó esetek, amikor tényleg veszélyeztetik az állampolgárnak a másik közlekedésben résztvevőt, főleg akkor, amikor már számítani kellene arra, hogy a másik irányból esetleg szabad jelzést kapott a másik jármű vezetője. Ezeket rögzítik a kollégáim. Valóban nem egy olyan régi keletűn ennek az eszköznek az alkalmazása. A testkamerák, illetve a menetrögzítő kamerák azért korábban sokkal többet alkalmaztuk már, illetve sokkal korábban. A vidéki kapitányságok kifejezetten szeretik, ha drónnal razziázhatnak, mert az állampolgárok még nem számítanak rá, hogy a levegőből is látszik, ha vezetés közben telefonál valaki, vagy ha épp nincs bekötve a biztonsági öve. A drónok felbukkanására a következő napokban is számítani lehet megyeszerte.